Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Megjelent az ország 2023-as rendeleti költségvetése a magyar közlönyben. Az új költségvetés 1,5%-os GDP növekedéssel, csökkenő hiánnyal és mérséklődő államadóssággal számol. Csökkennek az önkormányzatokra jutó támogatások egyes tételei. 670-ről 2600 milliárdra növeli a kormány a rezsivédelmi alapot. A részletekről Bodnár Zoltánt, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökét kérdezzük. Aki már itt van velük, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kedves sokan! Ugye az is elhangzott itt a pénzügyminisztériumnak a tájékoztatása szerint, hogy a kormány a veszélyes idők ellenére is fenntartja itt a célját, hogy javítsa az egyensúlyi mutatókat, és akkor itt jönnek ezek a számok, amiket ugye az előbb hallhattunk is. Mit gondolom, mennyire tarthatóak ezek a számok, ezek a célok? Hát azzal kezdeném, hogy ennyire hányatott, vagy ilyen hányaveti költségvetése Magyarországnak még nem igen volt, mint ahogy ezt itt összelapátolták ebben a kormányrendeletben, aminek az alapfeltételezései azt gondolom, hogy tévesek és megalapozatlanok. Nyilvánvalóan megalapozatlan az inflációs várakozás. Ugye 15%-os inflációval számol a módosított költségvetés, és persze egy sor dolog ehhez igazodik, például a nyugdíjemelés. Miközben azt gondolom, hogy most már közmegegyezésnek tekinthető elemzői körökben, hogy 18-20% között lesz a jövő évi éves átlagos infláció, ami tehát egy egészen más számot jelent, és hát a növekedési várakozásokat illetően egészen kiemelkedően optimista a kormány, amikor 1,5%-os GDP növekedéssel számol 2023-ra. Sokkal valószínűbb, hogy ez a növekedés ez a 0,5%-ot nem fogja meghaladni, de inkább nulla közelében lesz. Szóval meglehetősen megalapozatlan, azt lehet mondani erről. Tehát megalapozatlan volt már az eredeti költségvetés, és amit ugye tavaly májusban terveztek, júliusban fogadták el, miközben önmagában ez a struktúra, amit a Fidesz vezetett be, teljesen alkalmatlan arra, hogy megalapozottan lehessen a következő évi költségvetési előirányzatokat megtervezni. Egy picit visszatérve az inflációra, itt hát valóban, ahogy ön is említette, kis optimista az a szám, vagy az a jóslat, amivel készülnek, de mit gondol, hogy mivel lehetne visszafogni mondjuk az inflációnak a növekedését? Mi lenne az a módszer, akár a költségvetés szempontjából, vagy más tekintetben? Hát ez most már nem egy egyszerű gyakorlat, mert hogy egy sor determináció történt itt ebben az ügyben. Ugye az ársapkáknak volt egy nagyon erős inflációs hatása, az extra profitadóknak volt egy nagyon erős inflációs hatása, és utána ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatként mutatkozik, egy várakozás vezérelt infláció, ahol az is áremelésre, vagy azok is áremelésre késztetve érzik magukat, ahol egyébként ezt a termelési költségek növekedése nem indokolná. Ezeket a várakozásokat kellene megtörni, de semmit nem tett a kormány annak érdekében, hogy ezzel valamit is csináljon, miközben éppenséggel lennének lehetőségek. Ugye az árnyék kormány már korábban javasolta az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentését. Erről persze lehet vitatkozni, hogy vajon az áfa csökkentés az alapvető élelmiszerek esetében mennyiben tekinthető tartósnak, és mennyiben érvényesülhet, miután piaci árakról van szó a fogyasztói árakban. De például a legjelentősebb tételt illetően, az energiaárakat illetően, ahol hatósági áras termékről beszélünk, ott nem fenyeget az a veszély, egyszerűen nincs olyan lehetőség, hogy a szolgáltatók, hogy úgy mondjam, lenyeljék az áfacsökkentésnek a hatását, hanem az a végső fogyasztónál jelenne meg. Az például egy jelentős lépés lehetne. De ehelyett a kormány ugye újabb intézkedéseket hozott, olyan extra profitadókat vezetett be, biztosítástál például a gyógyszergyártásban és forgalmazásban, amiknek megint csak lesz egy
árnövelő hatású. Ugye december 30-án jelent meg a pénzügyminisztériumnak a következő évekre szóló előrejelzése, mármint ami a makrogazdaságot, meg hát természetesen ugye a költségvetési. Így van, és ugye itt a bevételi számok egyik legfontosabb része, vagy a legfontosabb üzenete az, hogy a kormány úgy tervez, hogy 2023 után kivezeti ezeket a bizonyos adókat, mármint az extra profit adókat. Ön hogy látja, hogy ez mennyire reális, és mikor, és tényleg kivezetheti-e, lesz-e olyan állapotban a költségvetés? Hát ugye, ha kivezeti, akkor ez egy meglehetősen nagy tételt jelent, és nem egészen világos, hogy mely extra profit adókra gondolja a kormány. A számok alapján ez ugye 670 milliárd forintos bevételcsökkenést eredményezne, de ha már extra profit adó, akkor hadd mondjam el, hogy mi az, ami nincs benne a költségvetés tervezetében, illetőleg most már a kihirdetett költségvetésben. Változatlanul nincs benne a kaszinóknak az extra profit adója szerencsejátékiparágnak, ami valami egészen elképesztő, mert ha valahol keletkezik extra profit, akkor ott keletkezik. Szerint mi lehet ennek az oka egyébként, hogy ez nincs benne továbbra? Hát az, hogy ez egy ilyen igazán NER közeli érdekeltség az egész szerencsejáték ágazat és kiváltképpen a kaszinók, hát a saját zsebükből nem akarják kivenni a pénzt. Ez ennyire mezitlábas történet, azt hiszem. Ehhez képest ugye, ha már utalt erre az előirányzatra, ugye a kitekintésre 2026-ig, hát az is optimista feltételezésekkel él. Mondjuk 23-at illetően a bruttó bért azt ugye 15,8%-os növekedéssel számolja, az infláció 15-tel, ami egy nettó béremelésben 0,7%-ot jelent, de ugye miután a feltételezések nem igazak, egészen bizonyos, hogy nem fognak megvalósulni. Magasabb lesz az infláció és a bruttóbér, hogyha megmarad ezen a szinten, akkor az lényegében egy nettó reálbér csökkenést fog eredményezni 2023-ban meglehetősen széles körben. És van még egy összefüggés, amire szeretném felhívni a figyelmet, mert különös jelentősége van. A kamatkiadások rendkívüli mértékben megnőnek, tehát az államadóság finanszírozásának a költsége az a 2021-es 1400 milliárdhoz képest 23-ban már 2500 milliárd, és 24-re ez a kitekintés is 3300 milliárddal számol. Ennek alapvetően két oka van. A baromi magas infláció miatt van egy magas jegybanki irányadó kamat, még mindig negatív reál kamat egyébként, ami természetesen a belföldi forintban denominált állampapírok hozamát jelentősen megemeli, és a kamatszolgálatot is az állam részéről. Másfelől az Európai Uniós források elmaradása miatt jelentős külföldi hitelfelvételre kényszerült a kormány már 22-ben is, és ugyanezt folytatódik 23-ban is, hiszen az Európai Uniós pénzek ebből komolyabb pénzáramlás legkorábban a harmadik negyedévben lesz lehetséges, addig is finanszírozni kell a külső adósságszolgálatot, no meg az energiaszámlát is, és ez ma már rendkívül drágán történet. Magyarország ugyan még hitelezhető, még a befektetésre ajánlott kategóriában van, meglátjuk majd, hogy januárban az átminősítések vagy az újabb hitelminősítői döntések azok hova tesznek minket, de nagyon drágán finanszírozza magát a kormány a piacról. 4 éves európapírt 5,3%-os hozammal kibocsátani, az egy nagyon drága szórakozás, ami rendkívüli módon megnöveli a kamatkiadásokat, és ez mind a költségvetés forrásainak egyéb felhasználását veszélyezteti vagy csökkenti. Hát az biztos, hogy izgalmasan akkor meg lehet, hogy akkor évközi korrekciók is lesznek, vagy lehet, hogy majd ezekre számíthatunk, meglátjuk. Majd nagyon szépen köszönöm Bodnár Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökének, a DK Árnyék pénzügyminiszterének, hogy tudtuk elemezni. Szép napot önnek, viszontlátásra, minden jót. Viszontlátásra.